Itt átírtam. Igen, átírtam. Szóval most a ghost ágat, mert mivel nem székezünk, ezt hagyom. Akkor kaszinó? Szerintem igen. Oké. De nem látom a lányhatára. Akkor nem frissítetted az oldat? De azt jár. Akkor megtudom. Ez egy perc előbb úgyse szokott beindulni. Na most tudok jönni oldalt. Egy ilyen rablásodat szerzünk. Nem tudom ezeket hogy kell ejteni. Ilyen... Continental Coin. Úristen, ki mondta? Hú! És ment is neki! 6 Continental Coin szerzünk egy rablás alatt? Kötvészem. Vagy ahhoz nagyon jól kell kihúznunk. Angolul sokkal jobban hangzik az, hogy pull out a heist, mint magyarul. Hogy kihúzunk egy rablást. Life Facts by Adam. Úristen, de kifagytam. Úristen, de visszafagytam. Pa-pa. Leszek azt... Mi van? Mi van? Nekem megy a live. Hát kicsit nyilvánvalóan késik a live. Kicsit nyilvánvalóan késik a live. Oké, okay, igazából alig késik pár másodpercet. Péter, most... Már fáj megkérdezni, de ugye nem úgy nézed a live-ot, hogy közben be van kapcsolva a PD. Figyelj, a live az mindig késni fog, mert ez azért van beállítva, hogyha Ádám elbasz valamit, akkor le tudja állítani, mielőtt a real shit bekövetkezik. De nem, én csak a... engem csak a csepp érdekel. Oké. Okay. Akkor Golden Green Casino. Golden Green Casino. Vegas. Securities rival that of small nations. And they keep it all on site. Oké. Okay. Kapsz majd moderátort. Had a healthy suspicion of banks. This will require a plan. Study your options, mm-hmm. Use your intel, and carry out your plan with stringency. Ez most hangos vagy halk lesz? Tippelj. Hangos. Hangos bocsánat. Uramisten! Fölöttem a streamet és már hárman vagyunk most, vagy mind a ketten nézitek, vagy csak egy ember. Én nem nézem. Akkor viszont úgy vagyunk hárman, hogy én, a Peti, meg még valaki. Üdvözlöm azt a még valakit. Ami remélem, aki nem érem, nem az Armin, mert akkor meghalom. Hívd ez meg az Armin-től, hogy nézi azt. Nem hiszem. Na, 310 ezerért vettem a rablást. Csak azért, hogy meglegyen a normál difficulties achievement. Igen, abban a szempillanatban megemlítettem azt az embert megszűnt létezni. Megint velem az mindkettőtöket. Van 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, elvileg elfogadtam. 2, 1. Én már elvileg elfogadtam, ez már igen. Mennyire jól kiszámoltad. Peti, még egy hellót beírsz és még timeoutot is kapsz. Oké, okay, akkor timeout. Hmm. Andis, milyen hosszú timeoutot kapjon a Péter? Mekkorák vannak, attól függ. Akármennyi. Akármennyi? Aha.
Mondj egy számot és annyi másodperc. Ja, másodpercben méri, oké. Okay. Remélem. Csak amit, mert én percben akartam mondani. Mondj egy percben, én meg átszámítom, I guess. Akkor mondjuk legyen 10 perc. Az 600 másodperc. IS 001 600 másodperc, ki lett tiltva. Kiváló, mehet a heist. Nem szegény. Megérdemelt. Nem szegény, parasz volt és visszakapta. Igen. Nem tudom, a senki nem nyújt, nem vagy, ilyet, hogy szemünk állat. Most szóval annak örülnék, hogyha már nézni, valaki felszmagyik, mert kétlen, mert ez kétlen, mert én irányolja, hogy a videó. Nem tudom. Nem hirtelen fejtonás, tegnapról meg volt beszélve. Jó, azt tegnap bemondtad, de a snébe viszont ott nem nézte minden. Peti, legutóbb se az első rabláskor jöttek a nézők. Csak türelmetlen vagy. Olyan vagy, mint az Armin, hogyha nem jön a nézettség... Bocsánat, leegyettem a karambitot. Hogyha nem jön a nézettség, akkor ne is streameljünk. Tiszta Armin. Én most nem azt mondtam, hogy nem. De, azt mondtad. Nem. De, itt mondtad, hogy itt megy már a stream. Itt mondtad, hogy itt megy már a stream, azt nem jön senki. Hát akkor te se gyere. Mondtam, bassz. Ne. De. Amúgy preplaning, de hova szavazzunk? Na ez, igen, ez egy bonyolult preplaning. Eski plan, az a blimp lesz. Az entry plan, az a loud entry, nem kell a C4-es. Vagy kell a C4-es? Nálam van. De nálam most már 4 doktor bag van, úgyhogy már jobban leszünk. De ha várjál, mert 6 favorbe kerül, nem kell a C4-es. Dead drop. Nem. Most másképp meg azt mondja, hogy kell nekünk egy igen, és egy nagyon jó. Még hogy a hatodik érzéket kibasztam. Blim Turbo az, az marad. Spotter az nem kell. Csak a Blim Turbo kell, az ETS Bridge az kell. Igen, ez kell. Gyorsabban oda hozza a vízfúró darabokat. A gyorsabb hűtőrendszer az viszont lehet, hogy kiveszem majd később. Better plasma cutter az kellni fog, hogy gyorsabban kivágja nekünk a szép ajtót. Az nem tudom, de most a sniperes izédet raktad. BFD achievement, water level indicator az kell nekünk. Már megint mi a péniszer van ilyen kemény fa... Oh Jesus. Látom. De mind csak két doktor begen van, hiszen azt az ágyban kifújlóztam. Vagy mondjuk... Jó ágyban. De ez hogy a fa... Várj, az 5? Várj, ez így 5 összesen. 5... 6... 7... 8, 9, 10... De ez 11. De még maradnom kéne 3 favornek, az hova tűnt? Nem szeretem, amikor baszakszik velem a dentista preplanning alatt. Valaki elnyomott valamit a preplanningbe? Én csak azt nyomtam, amit mondta, az escape plan. Jó, az 14, de még így is kellett volna maradnom egy favornek. Jó, mindegy, jó lesz az. Úgyis csak, úgyis csak paraszt rendőrökkel fogunk hülyeskedni, nem kell ez annyira nagy izmét. Na jó, valamiért a játék szarakodik is, csak 2 doktor begen van, de mindegy. Miért észelted az izéset? Észeltem pedig azt, amit kellett. Meg is néztem külön, hogy melyiket észeltem, és igen, ott volt alatta az a izé jelölés. Lehet, hogy van valami előfeltétele, mindegy, indítsuk. Átállítottam, aha, jó. Kíváncsi vagyok. Készül. Shut. Hatásos belépő, hatásos kilépő. Előtöttük Béla bácsit.
elkezdem ezt customizálni, Peti. Vagy Peti, hol van? Ja, jön már berohan. Ő ügyes. Én rohanok előre. Nem, csak azt hittem, hogy Peti van hátul az autónál. Jó, amikor ezt veri hátul, vagy mit csináltuk, akkor mennyi szenvedtünk. Amúgy Hardon csinálnak, csak el az achievement. De nem veri Hardon. A klókerek és a gyönyörű ének hangjuk. De én ezt nem tudom. Oké, akkor Peti nyithatja azokat a szarokat. Én megyek a menedzser irodájába. Én pedig megyek a harmadik helyre. Van. Vagy védjem a Petit? Nem, kell mitől. Ugye a legnagyobb páncélt hoztuk. Anyád. Nem, baszogat! Nálam van a festmény. Nálam van a festmény. Én megyek a harmadik helyre. Nem tudom, loptük el? Nem. Gyere valaki az irodába! Valaki bemegy a menedzseri... Várj, hol van Joy? Az kint van! Küldd be! Csak jöjjön be! De laptopokat el kéne felnyitni! Hát nyisd fel! Na de nyire 8-as szám volt! Akkor a kódban 8 és 5. Hol van Joy? Itt van. Ott lent kell a kód, ne? Hol ott lent? Hát itt. Mikor fogom mondani a profak kódot? Akkor, hogyha megvan mind a három. De én már kinyitottam egyet. Oké, mondom a kódot. 8 5 6 Oké, valaki kezdje el drillelni. Én meg felveszek egy C4-est. Peti, drillelj, mi az annál is, ha felveszek egy C4-est és megyünk helyi robbantásra. Drillelj és őriz, mi az Adammal, igen. De jó, hogy elmondod ugyanazt, amit én. Hú, hármat egyszerre. Szia, Tusz! Jézusom, ez a csak olyan még, hogy mint én, egy kibaszott csontváz. Adam, én már egyet körbe raktam. Az volt azért? És tényleg, lol. Ügyi vagy. Megyek a tűzjelhez. De nem is az egyikhez. Csak egy helyen kell meggyújtani a flare-t. De én már itt gyújtom. Jó. Én addig játszom az arcán gépekkel. Andrés, ne gyerek, szerinted? Nem. Fedezzem, eddig slotozom. Én csak élvezem a rablást. Szor. Nehéz üdvözlő partit csinálni, hogy nincs senki, akit üdvözlünk, mert az aszaút abban maradt. Megjött a helikopter! Na látod, milyen gyorsan ide hozta. Péter! Mozog!
nálam kötője boros. Itt egy táska, ki jössz, felveszed. Péter, itt egy táska, ki jössz, felveszed. Az addig nem tudom a drillt összeállítani, én védem a tátyót. Jó. Micsoda rárántás volt! Hát így gyere már! Pedig én egyedül elkezdem vinni mind a kettőt. Nem, hozom. Hozzam, mert a Peti lusta szar. Peti, Joey előbb balszolta magát ide. Később. Joey-nál van a festmény, ugye? Olyan basszó, nem kell. Olyan basszó zenét állítottam be magamnak. Nekem van egy 50 soundtrack-em, és így nagyon jó. Oké, most olyan legoncsébb rész, amikor meg kell védeni a furót. Tudjátok, kettő kábel, stb. Mondjuk az a jó, hogy hárman vagyunk. Mind a ketten megyünk egy kábelhez, plusz valaki őrzi a fúrót. Én megyek fel. Oké, akkor Peti és Andris fönt őrzi a kábeleket, én megőrzöm a fúrót. Peti, te a másik sorokba menjél. De még van időnk, még maradjatok lent bulizni, vagy hogyha unalmassal akarjátok, akkor előlem. Raktam, amúgy a preplanninggel el voltam egy darabig, és raktam ágyút a fúróra, meg ilyen nagyon high-tech cuccokat, úgyhogy ne aggódjatok. Mert a fúró tele lesz ilyen high-tech cuccok, úgyhogy remélhetőleg előbb ki fogja fúrni a saját cuccait. Az kell. Hát ki a teraszra? Ahova mutatja. Miért? Mert azt mutatja. A Petinek a tűzjátékot ki kéne vinni az erkélyre. Addig én bevédem ezt a tűzjátékos helyet. Olyan azt el tudom lőni? Nem. Azt, hogy hogy, Andris? Hogy a faszomba sikerült? És Petinek hogy sikerült? Most itt ugrálgattok, vagy mi? Nem, csak leütött az egyik rendőr, onnan az emeletre. Az mondjuk kellemetlen. Nem. Ne van, felszedlek. Eljutottam a jelöléshez. Valaki meg kell kelni a Skylet Barrier mechanizmus? Bizbaszt. Én most értem el ide, mert alapból azért indultam csak ide. Srácok, kérdés, fiú vagy lány mosdó, ez fontos lesz később. Fiú vagy lány mosdó. Az alapján választhatok, hogy melyik van közelebb a széfhez. Istenem, akkor csak választhatok. Oké, akkor mostantól a fiú mosdóba fogjuk feltölteni a víztartályokat a fúróhoz. Nem tudom, hogy ez közelebb vagy messzebb van a fúróhoz, de most megnézem. Aha, ez messzebb van a fúrótól, mint a női mosdó. Oké. Na, figyeljetek, most olyan legjobb, amikor betörik az üvegtetőt, ezt megéri megnézni, ez a kedvenc részem. Jön a fúrónk! Pontokat, oda elmegyek. Az a doktor meg, amit a kocsiba raktam. Nem
Nem a Dr. Bag, ez más. Nem, az egy Dr. Bag. És egy Almo Bag, ami a limuzinban van. De nem a limuzinban, Ádám, mögötted. Ott a... Mondom, az egy Dr. Jó, akkor menj el oda. Jó, akkor menj el oda. Akkor menj el oda, jó? De nem, én most fölmegyek oda a izére. Majd én azt megoldom. Nálam van a kötél, ti ezzel nem tudtok ott bármit is csinálni. Ha leugrok, elkaptok? Ha leugrok, beletöbb lesz. Nem, csak nokkos leszek. De amúgy innen, ha innen ugrok, akkor nem. De, úgyhogy menjetek föl. De nem, ne menjetek föl, mert előbb be kell kötnötök a kábelt, amit előbb megvédtek. Na most kössetek be egy-egy kábelt fejenként. Én Joy-jal lemaradok. És mindenki menjen föl és válasszon egy kábelt, és azt védjétek meg. Én itt leszek a ennél, a Peti, te menj másik. Az én oldalam már megvan, be van kötve. Ez mi ez a pintyegés? Ez egy shield? Rajta vagyok. Az amúgy három. Egy, kettő, három. Tudom, csak vicces volt. Nem kell mindenen rögtön felbasszolni magadat. Ugye, Very Hardban már nem mondanád ezt. De Very Hardban nem voltak ilyen aranyosak, azt tényleg. Oké, okay, hot perc, mire kifúrja. Ráadásul úgy, hogy még be is boostoltam. De egy cserében nem kell többször kábelt kötni. Mert ti vigyáztok rá. Én megkóstolom a fúrót. Oké. Okay. Peti, nagyon jól őrzök kábelt. Úgyhogy nem seggeled le a kábelt, bele kell állni. Szerinted én mit csinálok, Péter? Ezek a rendőrök rohadt sneakik. Ezek így bejönnek, hogyha nem seggeled le a kábelt. Remek, most megint indíthatom be, de Péter, most seggeled le a kábelt. Oké, akkor viszont újraindítom. Tudom. Most meg Andrés ment el. Csak felszedtem Ammót. Ja, jó. A vízfeltöltés az én dolgom lesz. Amúgy Ammóban van kint a limóban, de nem hiszem, hogy mire kimentek és visszajöttük, addig nem húzzák ki a kábelt. Ah, faszom! Ah, Jesus. Jó. Egyelőre semmi. Egyelőre védened kell ezt a post. Oké, okay, megyek víztartályt tölteni, az az én dolgom. És először a női mosdóba megyek, mert az közelebb van. Habár nem.
A férfi az közelebb van a víztartályokhoz. A fúróhoz nem, de a víztartályokhoz igen. Akkor a férfi most. Ja, és nagyobb víztartályokat, amúgy ketten választhatottak, szóval Péter fog be. Amúgy nagyobb víztartályokat csináltam preplanning, majd rövidebb ideig tartson ez a dolog. De még így is valószínű. Igen. Honnan lőttük le köcsiket, hol tudnék? Tessék, faszom, elkássak a hajót. 4 perc. Aha. Hát, mivel egyszer miattad újra kellett kezdeni. Nézd meg a streamet amúgy. A streamet most beálltad az időzítőre. Mondjuk a stream az delay-es. Számolja meg. A shieldesten keresztül tudom lőni, mert sniper az átmegy rajta. Ah, szóval a shieldesnek így semmi értelme nincs. És én gyengébb kerítéseken meg korlátfalakon is el tudok lőni. Várj, itt még van működő kaszinógép, ezt kipróbálom. Figyelj, hogyha asszault, hogy a szünet van az asszaultban, szerintem akkor menj ki. Igen, én sem arra gondoltam, hogy amikor ebben szünetet tartok. Várjál, mert kifogyott. Feltöltöm ő. Ja, várjál, elfejtettem az előzőt levenni a vízről. Bocsánat, én hibám, mindjárt megoldjuk. Nincs baj. Úgy. Nem csak az előzőt elfejtettem levenni a vízről. Most semmi, most nektek semmi dolgotok, csak nekem kell újra töltenem vízzel. Úgy? Nekem egyelőre tetszik ez a mikrogán. Hát ja, a nagyobb az nagyobb, meg jobb, de az DLC. Viszont szép napotokra biztos megkapjátok a Stargyboy-t, és üljetek a Stargyboy streamekre. Az nagyon jó lesz. Együtt érjük... És ez mi az a Stargyboy, vagy miatt van? Ez egy jó játék. Miről szól? Farmot kell benne építeni, meg bányászni, meg stb. Ja, hát ilyen Minecraft-szerű. Kurva nyertet a Minecraft-ba, és amúgy nem. Tessék? Nem, tehát telefonos játékot vesz nekünk. Hát mind igazából nem mond fasságot, mert mindkettő. Telefonos is, meg gépes is. Nekem telefonon is megvan, majd suliban meg tudom nektek mutatni. Vagy Peti, nézd vissza a délelőtti Twitch streamet, abban Stargyval izunk. Még 2 perc. Akkor majd Péter nem jön a streamekre. Még én fogadok, hogy a Peti majd fog kérni DLC-t a játékban. De azt se tudja mozgósítani. Én csak arra gondolkodom, hogy Heist DLC-t ne kérjetek, mert semmi értelme. De nem Heist-ot kér, hanem mondom azt a vulkángános izét. A vulkángán, amit most használtok. Nem, ez a mikrogán, a vulkángán az a nagy, ami neked. Nem, az a nem, ez a vulkán mikrogán, amit én használok, az a vulkán minigun. De ugyanaz a cég! Mindegy, az a lényeg, hogy 1 perc és ben vagyunk a szépbe, készüljetek, mert több körre kell kipinnünk a lootot. Ah, elment az áram. Ki hagyta, hogy kihúzzák a kábel? De ki? Most ezt én basztom el, várja. Ja, kikapcsolták. Egy szek, megoldom.
Oké, okay, vége van az asszalmútnak, Andris, kimehetsz most szarért, hogyha akarsz. De csak egyszerre egy ember. Mellesnek, hogyha tudsz várni, akkor 40 másodperc és bent vagyunk. Akkor nem megyek, most már különös. De Joy, bazd meg, odaállítottalak a kapuba. Most ki fogják kapcsolni, nem szabad. Joy, 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 gyere. Joy. Joy. Joy, hova fut? Joy, te szerencsétlen balfasz, gyere ide. Megyek. Amúgy meg 10 másodperc is bent vagyunk. Kurva, ne, Joy, létszik. Hol van Joy? Ott futsz volna. De miért? Oj, és bent vagyunk. Úristen. Ez loot. De először a fogorvos lootját visszük el, a dentist lootot. Addig nem nyúl sem, addig nem nyúl semki semmilyen pénzhez. Csak én. Miért nem orvosi loot? Nem nyúl senki semmihez. A mini lootot felszetettem a szekundarit? Nem. Mondom, nem nyúl senki semmihez, mert nekem kell mert én ki akarom találni, hogy ezt hogy visszük ki. Ebből a három asztalból valaki szedjen fel egyet. Ezt szedjetek fel. Ezt kilopikkelem. Vagy várj, ezt nem tudom kilőni. Nem. Az ilyen kis... Azt ne. Ó, ez itt megvan. Kis pénzkötegeket lehet felszedni, a secondary az nem a kis pénzkötek. Őket szedjetek fel. De hogy előre meg... Oké, Peti, itt indíts el 3 fúrót. Hát a rácsajtókhoz. Akkor azzal. Ott bent van egy táska. Tudom, de az a vizes tartály. Oké, okay, amint benn vagyunk, de oké, okay, mindenki fogjon rajtam kívül egy darab pénzt. Gyertek ide, gyertek le, gyertek le, gyertek le. Hol az Andris? Fönt voltam. Fogjátok meg ezt a kettőt, erről az asztalra fogjátok meg ezt a kettőt. Én viszom, én viszom az or... Megjöttem azt a gombot. Azt igen. Itt fogunk majd kimenni. A lézeren csak simán átmegyünk. De most várjatok meg, mert nekem meg a fogorvos útját el kell vinnem, és ez rohadt nagy. Úristen, ezzel furán néz ki. Az Illuminati! Wow. Á, flash! Pont meg akartam órót fújni, erre beflesselnek. Ilyet sem mondtam még életemben. Tango! Tangoznunk kell. Amúgy gyertek utánam, de azt hittem, hogy ez magától értetődő. Jaj, de nagy hiba, hogy megakadt a fúró, amikor már nincs rá szükségünk. Ja várjál, ez a legegyszerűbb... Ja igen, most jutott eszembe, hogy a legegyszerűbb kimenetet használtam, mert nézzétek! Fölmászunk ezen a létrán. Ja, én nem tudok ugrani. Várjál. Úgy. Fölmászunk a létrán és bedobjuk oda. Hát ne esetek le és ne szökjünk ki még. Úristen, de sokat fizetett a dentist lootja. $500. És most vissza is tudunk menni a safe-ba lyukon keresztül. Oké, gyertek le. Ezt fogjátok meg, meg ezt fogjátok meg. Én meg ezt fogom meg. Joyról valaki, és nem, ott nem tudunk kimenni. Mindenkinél csak egy táska legyen. Lejegyzlek egy doktor meget? Minek? Meget lejegyzhet.
Pedig Dr. Begem van. Mégsem aggódj, csak azt hittem, mivel kettődj ezek ki az úr, jön a Dr. Begem számát, mondjad, nem az úgy helyzet használható. Akkor megy. De akkor nem aggódj, mert 4000 tudunk hírelni, csak hogy én utaztak. Aha. Azért ez jó tudni. Igen. Valaki leszedi Joyról a festményt? Anis, hova mész? Itt van fönt egy loot. Ez Peti. Bocsánat. Péter, fogd meg ezt. És akkor átfutom, hogy itt fönt van-e még. Itt fönt nincsen még, úgyhogy most már csak lent van loot, és lent van-e még. Mondom, mennyi van még lent. 1, 2, 3, 3. Akkor még egy kör. És Joyról valaki szedje le és dobja be a festményt. Hol van Joy? Lent van a szépben. Jövök Joy! De miért mész el, haver? Én leállíthatom neked. De értitek, fut előle. Mondom, leállítottam. Még három ember kell nekünk le. Egy, kettő, és az is leugrik, az három. Akkor Joyt is leugrik. Joy, az, Joy, gyere! Mi eddig kivisztük, de Joyt integes neki. Lent van veled. De Joy, ki érted, elvettődik a kézi elő. Azt mondja Joy. Hol a létra? Ja, itt van. Menj le, segítsetek erre a Joynak. Jó, meg az F-et és akkor feléd jön és feléd is dobja a táskát amúgy. Megpróbáljuk sneakizni az Alessót? Ne. Miért ne? Mert úgy sem fog menni. Nagyon biztató vagy. Miért akkor, miért akkor csináljuk ugyanazt a három rablást? Mondjuk igaz, akkor csináljuk az Alessót. Oké. Okay. De miért esek le? Feldobhatjátok nekem, hogyha az egyszerű. Igen. Peti, megvárom. Peti, ez a kijárati zóna! Your capacity to handle difficult situations is impressive. There is no denying that violence is a useful tool. I am impressed. And so I will come back again. Na, ja, mert nem ti fizetétek a rablást. Ugye? XP-ba jól fizetem. Jó, mondjuk az offshore pénz az sose érdekelt. Skin! Na, jó van, tudtam a többi a szar. Fama skin! Nem rossz. Az én pisztoly skinem nem is volt rossz. Ezt mondom.
Viszont várjál, megnézem, hogy tudok-e valamit. Nem, nem. Lopjunk autót. De a sneakybe kell. Jó, csinálj egy sneaky autó. Oké. Ó, várj, akkor viszont nekem is át kell. Ah, túl sok ponton maradt, várja, valami nem kóser itt. Nem baj. Ez még így se kóser. Jó, hogy ezt a kettőt nem észleltem ki. Na, így már kóser. Oké, ez megvan. Oké, ez megvan. És let's go. Somebody want to... Wolf is not a healthy human being. Wolf nem egy egészséges, emberszerű entitás. Na, a játék is egy nyelvet beszél velem. Kicsoda nem egészséges? A Wolf. Igen. Kiváló. Tetszik, hogy a játék is egy nyelvet beszél velem. Oké, ezt a zombival csináltuk. Kíváncsi vagyok, hogy emlékszek rá. Shut the fuck up. Please. Nem vettem fel. Legalább egyik őtök nem vette fel? Én nem vettem fel, és a Peti se. Jó. Shut. What? No, no. Ó, bugizik nekem. Yes. No, everything is fine here, okay? Oké, ez nem, ez elég, várj, ez elég gyanús volt. Oké. Na most kell nekünk egy kuka. Ne. Csak egyik ötök. Én fölveszem, Peti. Oké, okay, vegye fel az Andrés. Akkor én veszem. Ráadám azt akar. Hát mivel már az Andrés azt mondta. Addig Peti bemegy a főbejáraton és körülnéz. Peti, hallottad? Bemész a kúgy. Á, várj, itt egy kuka. Hol az a hulla? Ádám, visszamér a hullát. Nem kell. Azért indultam át. Peti, menjél ki, és akkor a főbejáraton. Meg nézd meg, hány civil van, mennyi őr, hány túsz, potenciális túsz, stb. De nagyon gyors vagyok. Tudom én is, a képet te nem viszel hullát, ez a különbség. Tudom, csak hogy azért a 40 az több volt. Nálad body bag van? Tessék? Nálad body bag van? Nincs semmi. De nálam, úgy tudjátok, hogy nálam egyszer van, nálad body bag van? Nem, egyszer van. Jó. Itt van lépcső, nem? Péter! Ádám, itt én ki tudok nyitni egy ajtót, ezt kinyissam?
Lényegtelen, annak két adod. De hol a lépcső? Ez itt van három. I got the manager's file here. Looks like the guy was born to wear this black suit. Az lenne a legszebb, hogyha Peti ugyanazokat az üreket számolta volna meg. Baszd meg. The manager's hair is spinning. That might narrow your search. Túszokat! Készüljetek, hogy három őrrel kell beszélünk, Peti, állj be ez az őrhöz! Valaki fönt hívja! Előről! Van is miért buktál le, esküszöm, meg foglak ölni. De miért mész össze-vissza? Kerestelek téged! Nem, mintha nem jelölne a játék egy egyértelmű zöld csíkkal, ugye? Igen, az kéne. De nem is te buktál le, hanem az Andris. Ezt meg kell meg... Kész. Sok, nem baj. Majd egyesével. Everything is cool. Lelőjön. Már így beszélek. Persze, Peti, lőj le egyet, ez teljesen logikus. De miért lőnéd le? De basszus, úgy, hogy körül se nézel? És hogy fogsz kimenni észlén maszkban? Néma csönd. Állam, ezt a fajtót kinyitom, hogy ide tudjad rakni a hullát. De nem, ne! Gyere föl inkább. Jó, akkor is. Valaki kérdője, Péter? Inkább ezt nyisd ki. Ne dinamitta, mondjuk nincs is nálad. Van üvegvágónk? Mert különben nem tudunk le... Vagy várja? Ez nyitva van? Ó, kurva szednem! Családi veszekedés nem az én problémám. Itt is vannak civilek, aha. Akkor itt megyünk be. Nem! Még nem. Majd szól. Pontosan, előbb megtalálom a menedzsert, aztán felvázom. Ó, itt van két őr. Jó, de... Te maradsz. Jó, akkor nem marad. Most döntsd már el. Az a legjobb, amikor megindul, aztán visszamegy. Hát, ha megindulok, majd én maradjak, akkor visszamegyek. Jó, mert delay-es a message. Várj, most meg kéne találni a storage room. Ezt tudom, kéne melyik? Itt a menedzser irodája, de ahhoz meg kell egy keycard. Oh, fuck! Te meg túlságosan itt vagy, az a baj. Nem tudsz egy kicsit ott lenni? Szia, nem lőjük ott le! Nem, mert itt a menedzser! Ágyi! Várjál! Jövök! Kötözd meg őket, én meg beszélek az őröm. Kettő meg van kötözve. Jó. Nem tudom. Jó. Tudom, hogy van egy másik kör. Az is figyelsz erre a három szarra itt? Persze, szívesen. Jó, most meg kéne találnunk a menedzsert, hogyha lent van az gáz. Te befogod? Nem kéne egy helyre gyűjteni a hullazsákokat? De, gyere ide. Nincs fönt már őr. Jöjjek ide, vagy a Peti? Az Andris. A Peti meg felveti a maszkot és menjen fel a tetőre. Ó, nincsen... Ja, akkor mindegy. Nincs több hullazsákom.
De nem oda gyűjtsük, hát inkább akkor ide. Ember, azok nem hívnak senkit. De ezek nem hívnak senkit, meg vannak kötözve. De nem az, csak hogy ezért jöttem ide, hogy a... jelezzen neked, hogy a hullazsákat, azt akkor gyűjtjük egy helyen. Itt gyűjti. Jó, na, lenézek gyorsan. Peti, meg tudod nézni, hogy lent hogy állunk? Annál jobb. Ki a fos lőtt ki egy üveget? Valamelyikőtök kilőtt egy üveget. Valamelyikőtök kilőtt egy üveget. Te lőttél egy üveget? De Bonnie nem lőhetett ki üveget, mert Bonnie akkor jön, hogyha beriasztanak. De nem lehet, mert Bonnie csak akkor mozgósít, ha valaki lebukik. Akkor az is volt. Más nem lehetett. Én üveget nem lőttem, csak őrt. És az őr... és az őrön keresztül akkor valószínűleg átment az üvegre is. Inkább én lövök őr, inkább én lövök az őrök. Én el vagyok az őrökkel szerintem. Én meg mondom, hogy hol van hányom. Jaj, bazza meg. Az én vagyok. Még ne. Előbb intézzük el fönt, aztán mondhatod. Addig csak memorizáld, hogy próbálnak kifigyelni, hogy merre mozognak és hogy mozognak, stb. Van is ennyire beledugod a fejedet a zene... Istenem. De Adam, nem mondtad, hogy még ne? De a Petinek mondtam, mert azt mondta, hogy izé... hogy mondja az őrök állását, és amilyen mondtam, hogy még ne. Én azt hittem, hogy nekem mondod. Mert ugye elkezdtem elkelni, te pedig mondtad, hogy még ne. No problem, Control. Leroy is just being a fuckwit. Van is, hogy lekösselek valamivel, ezt vidd el a kukáig, stb. Stb. A kukába? Uh-huh. Nem, a kukába, addig előre tudok menni és meg körbe tudok nézni. Csökkentjük az esélyt, hogy lebukunk, tudod? Aha, az nem jó. Mert abban a szempontból jó, hogy körül tudok nézni, abban a szempontból viszont nem jó, hogy pont úgy akarom kinyírni az őröket, hogy kilúrolom, vagy fellúrolom az összeset. És akkor... az jó, hát... ó, megvan a menedzser, éppen prezentációt ad. Várjál, megpróbálom őket fogva tartani. Tudom, hogy tudják. Egy túsz? Nem baj az. Ő is akkor túsz lesz, ennyi. Mindegy, mert megvan a menedzser. Anis, gyere be is, vagy Peti, te vagy az, jó. Akkor figyeljétek a túszokat. Vannak a túszok? Ott a prezentáció szobában. Kettő meg van kötözve. Az összes meg van kötözve, akkor ezek nincsen. De hogy egy ember majd ott, hogy a fején egy őr. Ó, várjál, de hülye vagyok. Elfejtettem a nevét. Várjál, most ezt most elbasztuk? Nem tudom. Hát, ha nem. Mindegy. Hát én nem üvöltöz, az a lényeg, hogy arra kell figyelni, hát hogyha jön egy őr, akkor azt lelövöd. Azokat semmi értelme nincs üvöltözni, mert meg vannak kötözve. Ez most nem így voltam. My problem, rossz izét hack, mellé lőttem. Egy mellé lőttem, kettő rossz ember laptopját hackeltem meg, sorry.
Jó, csak elfelejtem, jó? Na, tehát nehéz koncentrálni. Úgyhogy közben figyelnem kell, remélem, hogy legközelebb a menedzser is ilyen jó helyen lesz, majd remélem. Nem kell ennyit szarakodni. Na mindegy. Mindegy, ugyanaz a metodika igazából. Hát itt is bemeltünk. Ez szar. Hacked meg. Tehát ECM-eztem! Tehát Andris, hát ECM-eztem, nem? De hallottam is az ECM zúgását. Nem, de arra van az ECM, hogy az őrök izéjét kikapcsolja. Kommunikációs faszát. De az ECM pont arra van, hogy nem kell válaszolni, ameddig tart az ECM. És tudom, hogy kimaxoltam, mert emlékszem, hogy észre van, és mivel 2 ECM van, ez is, az is bizonyítja, hogy 2 ECM van nálam. Inkább menjünk a másik oldalon akkor. Jó, de csak ez meg ezen kiakadom, nem elég, hogy már bazen, hogy még a játék sem működik. Hogyha a kopasz és inge, ahogy a kopasz és inge van, akkor a menedzser. Lehet, hogy meg kéne várnunk, amíg felmegy a menedzser. Le tudom dobni ki és? Shurikennel? Shurikenno! Shurikenno! Elsőre. Van is válaszolsz neki, léci. Most. Ha lehet most. Sorry, Control. I fell asleep on the bottom. Jó, kuka. Bezsákolom. Ja, én pedig körülnézek. Elvileg mindig a mondanom, hogy bejöttek. Mhm. Now find the ja, fontos, hogyha megvagyunk a dolgokkal és beszállunk az autóba, akkor... Akkor három percünk lesz arra, hogy eltűnjünk a lambókkal a picsába, úgyhogy jól ki kell gazdálkodni az idővel. Ugye jól tudtok vezetni? Igen. Én egész jól. Hát tudod, Adam, én már vezettem, és az nem ment szerintem szóval. Nyugalom, én vagyok, túlszalok. Lefekszel, te paraszt, kilőjöm a lábadat? Az nem... Nem, lassú vagy, várjuk. Oké, ez megvan. Ó, ez egy szellőző? Aha. Ez viszont egy előnyös dolog. Peti, szólj, hogyha az egyik kör felmegy, hogyha szabad kérnem. Oké. Meg egy tibig is. Látom. Meg még egy jön. An is készülj, hogy itt... Nagy érdekes dolgok lesznek. Most egy arra el... Várjál most egy... Sisi, hadd gondolkozzak. Most egy arra elbújok. Ott a civil. Jó, egyik ört megölöm. A másik kör lement? Akkor én ezt megölöm. Valaki... Civil, Andris, mozgósíts! Andris! Bazd meg! Mi a fasz? Mi a fasz? Ez mi a fasz? Ez hon? Mi van? Ez most honnan jött? Ezt a kurva, ezt most ezt valaki kifejteni, hogy ez mi a tököm van? Nem tudom.
Nem baj, nem adjuk föl, csak... Tetszik, amikor már a játék megmondja, hogy most működik? Nem, és így abba tudod ez a... Az is miért nem láttál le? Én az őrnek válaszolom, hogyha egy őrnek válaszolsz és megszakítod a kapcsolatot, az instant beriasztás, az Andrisnak kellett volna elcélmezni. És Peti, te miért nem vetted a maszkot és ott el? Mondjuk te ott voltál civilek között, úgy nehéz. Tudja, földre parancsolj őket. Jó, hát akkor Andristól kérdezem, hogy miért nem rakott rá a célmat. Jó, de ha azt mondom, hogy Andrisot, és nem látod, hogy hol van, akkor inkább egyszerűen ez csak bármit csinálj, csak ne bukjunk le. Láttam, hogy elő is lementem, de magát a rendőrt nem láttam. Nem rendőr vette észre szerintem, mert civil sikít. Akkor hagyjuk, akkor vigyük fel a tetőre, oda úgysem megy fel a civil. Becsuktad a kukát, Andris? Becsuktam a kukát, akkor és meg... amikor megnéztem, akkor is be volt csukva a nagybaja. Akkor meg csak valaki, akkor meg baszogat minket a játék. Fölvár egy olyan biztos. Jó. De mi a tetőre megyünk? Tudom, láttam, hogy fölmegy, ezért mondtam. Már nem a gullát mindegy, hogy hova dobom? Dobd ide az ajtóhoz. Hát igazából a tetőn tök miért csak az üvegtetőn ne látszódjon be. Rádobom az üvegtetőre. Dobd be! Az üvegtetőn. Tudod, és így beesik és hulla. Ott egy őr. Látom, az a prezent... Arra gondoltál, hogy lőjem ki az üvegtetőt és hajítsam le a hullát? Most nagyon rizikózó, ami nem előnyös. Andris, beszélj az egyikkel. Hey, Control. Come over here after. Storage room is your target. That's where we'll find you. Ez amúgy mióta volt itt? Nem veszél észre, nem veszél észre. Csomagolj... A konyha lesz a gyűléshely. Na most megyek le... Lebaszom a me... Nincs több papi begem. Jó, nincs fent a menedzser, ez viszont gáz. Mi az, hogy nincs több... Mennyi használtál? Egyet! Oké, mivel nincs fent a menedzser, ezért Béter, fel fogjuk lúrolni az őröket. És egyesével elé... Tudjátok, hogy... Egy van. Azt most... Arra most megyek. Az őr körbenéz a terepen. Nem is sejt, hogy áldozata... Mi van? Vadásza már régóta reselkedik rá. Az a menedzser lesz, de az a most nem tud sok mindent csinálni. Shut the fuck up! Az baj! Andris készül, hogyha a civil jön, akkor... Andris! Nem buktam le! Ez nagyon rizikos. Ez kurva rizikos. Mert csak sírok az izgalom. Peti, maszkolj! Oké, kire van a kikernyő, Söki? Nálam nincs! Kire van a kikernyő? Ja, nem vettük föl, szerintem nem vettük föl tőle. Aha. Az amúgy... Na, jegyezzétek meg, amit mondok, mert kurva fontos lesz. Mert hol van a holnap dolgozója? Keresetek valami nevet, valami. Kestek bár... Ott van a táblán! Jegyezzétek meg, David Meisler. David Meisler. Lehet, hogy gyertek, mindenki gyere, mindenki jön ide. Csak hogy maradjunk egy helyen, nem tudok egyszerre három emberre figyelni. Létszél legyen közel. Jaj, várjál, nem akarok. Az a baj, hogyha lent van a komputer, az szar. Jaj, nem, már most le kell menni. Vagy várjál, ott van még egy komputer, hát létszél, mondja, hogy ez. Ez a David Meisler? Te vagy a David Meisler? Várjál, itt van a... Ez Brandon Martinez. Akkor viszont le kell mennünk, de oda hogy megyünk le? De egyébként itt fönt van egy Davides. De, David... Várjál, túsz!
down! Ne mozgassátok! Ne mozgass! Ne mozgass! Get fucking down, man! Ne mozgass! Mit csinálsz? Fektess már le! Faszom! Túlszejtés, túlszejtés mindenki! Down. And nem baj, nem baj, nem baj. Visszük a lambot. Gyorsan megkeressük az ember gépét, meghekkeljük és visszük a lambot. Gyertek ide be gyorsan. Keressetek egy... Mi volt? Az a lényeg, hogy Daviddel kezdjük gyűlölt. David Meitzler, David Meitzler. Keressétek gyorsan. Megvan! Ez az! Oké, talán ezt meg tudjuk csinálni. Lehet, hogy kifutunk az időből, kiderül. Ez egy perc. Az azt jelenti, hogy 2,5 percünk lesz kivinni a lambókat. Oké, én akkor most oda megyek szerintem. Valaki figyelje a gépet. Jaj, de még a C4-eseket is le kell rakni. Ami hol van. De várj, azt lehet multitaskolni is. Megyek és lerakom, hogyha van. Már nálam van, csak menjetek a lambókhoz. Melyik a lambó? Az... Amelyik kell. Majd be fog jelölni, csak menjetek az előtérbe, ahol az autók vannak. Én vezetem az egyiket, és nem tudom melyik kötök tud vezetni, de ő vezesse a másikat. Most nem érünk rá szarakodni, ez időre megy. Most nem érünk rá erre. Jó. Maradjatok, én megyek a kulcsért. Én pedig kilőttem az ablakokat, hogy ne kelljen kerülni. Jó, hol vannak a kulcsok? Jó. Kettő között van a jelölés. Jó, 2 percünk van eltűnni a kurva életbe. Mindenki válaszol egyet, amit tetszik neki. Mindenki válaszol egyet és jön utánam. Kurva életbe. Szálljon be! Jó. Jó, legyen. Az. Az a baj, 900 méterre van. Nem baj, futjuk. De másfél percetek van odafutni. Várjál, de egy pillanatra megállsz. Ez két személyes. Hogyha rád felugrunk a kocsival. Azt talán, az talán, jövő. Talán, talán. De akkor csináld. Jövök. Ne figyelj! Nem működik. Nem baj. Hát, ha figyelj, próba szerencsére, legfeljebb újra megpróbáljuk, és akkor később bukunk le. Vagy eszembe jut, hogy nálam van a kulcs. Ez már nem lesz meg. Nem baj. Vezet nézben most. Vere, bot szállt be helyettetek? Mekkora fasz? Én meg olyan új driftelgetek, jaj, ne, neki is ott rottam! Nem lesz meg! Mert meg lesz. Vagy nem hiszem, hogy ti ide értek, de... Lát, mit tudom, nem? Gyerünk! Á, nem lesz meg. Nem baj, tanultunk a hibáinkból. És most honnan kell újra kezdenünk? Az elejétől. Legelejétől? Nem GTA-zunk, gondolj is. Nem baj. Amúgy látom, hogy hárman vagyunk, úgyhogy üdvözlöm azt a nézőt, aki itt van. A karsóppal szarakodunk 40 perce. Ennyi történt. Jó, akkor most próbáljuk a lehető legkésőbb lebukni amúgy. Most
Aha. Egyébként azt mondja, hogy a Peti-ből keltette az izét. Igen. Azt mondta, hogy álljon fel az üvegből. Igen. Visszatért Zoltán, mindenki köszönjön neki, ő volt a PD gurunk. Ő volt a PD gurunk tegnap. Van is nyisd ki, kösz. Ja, és így ő fog kerézni minket, meg nézzük. Persze. Olyanok leszünk, mint mi veled. Mi nézzük, hogy mit csinálsz. Közben parancsolsz. Bár, mert ez lehet, hogy nem praktik. Várja. Shuriken! Menj a... Majd utána menj a dolgodra. Oké. Okay. Erődj a dolgodra. Majd én becsomagolom és berakom a kukába. Vagy nem, inkább felhozom, mert az is lehet. Nekem 8. Inkább felhozom, mert az biztonságosabb. Oké. Lent van az igazgató? Aha. Csúnya Arturito. Most jött le! Nem baj, megvárjuk, még fölmegy. Itt van már a hulla. Now find the storage room. That's where the keys will be. Ez mi? Ez micsoda? Ez egy őr. Anni is készül, hogyha az a csávó bejön a... Anni is készül, hogy le kell lőnöd. Jó, beszélj vele. Ide látom a menedzsert, a képernyő sarkában ott volt. Jó, ez megvan. Majd becsomagolom gyors. Szokás szerint az üdítő automata lesz az. Gyere! Menj! Bújj el! Menj be a szobába melletted, office! Kettő is! Nem! De, nem lesz csak egy. Ez valószínűleg üdítőért megy, Most nem ér, buktunk le. De mi?! Előről! Most már fogom folytani magam. Most mi volt? Gondolom úgy érzed, hogy áttörte az egyik küpeget, miután áthaladt. Vagy túl későn öltem meg. Vagy túl későn, nem tudom. Valamelyik. Elállta, széken keresztül akartam lelőni, az volt a baj. Az nem annyira előnyös, tudod? Igen. De, Ádám, most büszke lehet rá, mert ezért lelőttem. Annyis, hogy csináltad? Nem az csak, hogy tudod, én alapból béna vagyok ez a játékban, de most az egyszer tudtam úgy viselkedni, mintha próbálnék, mintha. Azt írta Zoltán, hogyha boost kellene, akkor a legnehezebben vagyok hajlandó játszani. Ez I guess azt jelenti, hogy ha akarjuk, hogy carryzze minket, akkor a legnehezebb fokozaton kell mennünk. Ami pedig azt jelenti, hogy csak ők tudva játszani, igen. Pedig fújtunk volna, bekerülnénk a börtönbe. Persze, mi kusztodisak lennénk, és néznénk. Igen. Ez itt a hivatalos Bud Banner Spectate stream, ahol profik játszanak, mi megnézzük. Ádám, és ezt most becsomagoljam, vagy hagyjam itt, mert ide úgyse jönnek. Ez mi volt? Na mindegy. Oda valószínűleg jönni fognak, szerintem hozz fel a tetőre. Ádám, fölmegyek jön. Oké, még ott se vagyunk. Ó, köszönjük okay. Szépen. Ja! Nyugalom! Azt hittem, mert lebuktunk. Zoli megy dolgozni, úgyhogy mindenki kívánja jó munkát Zolinak. Jó munkát Zoli! Bejöhetek, vagy nem tiszta terem? A tetőn maradhatsz. Én csak kinyitom az ajtót. Jó, most fel. Ádám, te hol vagy? Ez most lehet, hogy meggondolatlan volt. Let you down. Never gonna run around and desert you. Oh, sorry. Is this on? Színének olyan jó hangja van amúgy. Mert hogy annyira ártatlan. Igen. Adam, mit csinálja? Mert amikor megszólalsz, az ilyen izé. Brum brum. De miért nem? Ó, ingyen túszok. Földre, huligánok! Én jövök
Megkötözni. Megkötöztem. Maradj ott. Most lassan fogom kijátszani. Nagyon lassan. Ez annyira lassan, ez azt jelenti, hogy... Tudom! Chill! Jó, akkor majd ketted. Amúgy vannak LCM-jeink is. Felén mennek mondjuk. Van is, le tudsz... Nem tudsz. Ne lőd le idő előtt. Gyere inkább be a szobába. A meeting roomba. Lementek. Jó, klikkelem az ajtót, már miért nem. Oké. Itt a menedzser. Éppen fénymásoltak. Jej. Jó, ez egyszerű volt. Attól még maradj. Nézzük most, kit tudunk kapni. Ugye, nem. Ez mi ez? Ez mi ez? Ez mi ez? Emberek, Peti, vedd fel a maszkot és beszélj az őrrel, kint! Add is beszélj ezzel most! Peti, gyerünk! Elcélem ezek, mert félek. Kötözzetek, akit tudtok. Ne mozogjunk együtt, váljunk szét! Bárhol lehetnek ezek a nyomorútak. Sehova, gyere a menedzser irodájába. Jegyezzétek meg a nevet! Mars Bailey. Bailey. Mars Bailey. Mars Bailey. Andris, ez az... Ezt láttam! Ez ki volt ez a... Aimgad! Ez... Ez klippelem. Oké. Húzz bele. Megyek C4-ezek. Most tudjátok, hogy miért buktunk le? Miért? Nem volt megelégedve a válaszsal az izé kontroll. Asszi. Imádom, amikor a PD kitalál egy... Basszunk kiválók! Vigyázz a kocsikat, ne bántsad! Hát... Nem én. Amúgy ez még bőven meg lehet, hogyha nem vagyok hülye a kulcsokkal. Majd mindenki menjen fel a kulcs... Majd mindenki menjen fel a kulcsért. Hol van a kulcsos táska? Mutatni fogja. Keresetek egy szürke ajtót, jó. Gyertek utánam. Itt van a kulcs. Mindenki vett kulcsot? Gyertek le a lépcsőn. Gyertek. Szálljon be mindenki az első, ez az enyém. Oké, és most úgy vezessetek, mintha az életetek volna rajta. És gyertek utánam. Több mindegy, hogy melyik utat választhatok, hogyha kettő közül kell. Csak nem menjetek neki az utcának, ennyi. Gondolom, neked csak kellett volna. Ugye jól vezettek? Én egyelőre még csak neked mentem. Igen? Ezt is mentem. Hát egy kicsit megpuszítom a segget. Mindegy. Mindegy ez. Én pontosan tudom, hogy melyik irányban a legrövidebb, azért megyek erre. Mindenki autóban van. De ugye mindenki autóban van. Én autóban vagyok. Jó. Itt vagyok, közvetlen mögötted. Ez meg lehet amúgy. Meg lesz szerintem. De szerintem meg lesz. Meg lehet, bőven. Oké.
Okay. Alright, just park the car in that container and walk away. Le kell állni az egyik konténerben is. Állj be az egyik konténerbe. Feri, gyere! Anis, ne! Anis, légy szíves! Jó, F, most F, most F. Peti, állj be egy konténerbe, random, amelyikben van. F, az is jó, az is jó. 38, 37, csak hogy jön olyan feszültség. 34, 33. Egy kicsit belehúzhatnál, Péter! Oké, okay, F, és így, mint egy nyugdíjas banda, hogy belesasszol. Hogy beleugrott a Peti, így beleugrott. Jó, lihú, és így rávetődik. Kicsesz egy nyugdíj... Lédamobil! Lédamobil! De Lédamobil... Lédamobil, így bele, izé, mint a nyugdíjasból, izé. Oké, okay, valaki válaszol először kártyát. Oké, okay. Én is a középset választom. Crybaby. Ah, de miért? Fúj! Ez egy fos. Az Amis egy sírós baba maszkot kapott. Crybaby. Ha, vicces. Na szóval. Csináljunk egy bankot amúgy. Egyszerű bankot. Ja, de az mehet very hardon szerintem, elég sokat fizet. Nagyon szar az a crybaby, ez nagyon szar, úgyhogy nem azt fogom használni. Szóval gondolom a bank az hangos. Nem. Halk. Igen. Amit tegnap is csináltunk, ahol van a két pánik gomb. És az érdekel engem? Amúgy csak egy néző van most jelenleg. Úristen, de okos ez a gameplay hint. If you're the last one standing, staying alive is much more important than the objective. Yeah, no shit, Sherlock! Nagyon-nagyon-nagyon nézettség. Oké, okay, amúgy meg leütnek, András. And prepare accordingly, so that you can escape that punishment. Az a rablás is nehéz szívés volt nekünk. Már úgy értem, hogy nekünk, hogy nekem is Petinek. Yeah. The time for action. A tegnapi utolsó rablás. Veri, háromban el! Ugyan már, tegnap is ezt csináltuk. És most ki megy beföldelíteni? Én. Mi akkor addig megkerüljünk és bemegyünk hát... Bemegyek hát, legalábbis én biztos, hogy bemegyek jó, hát. Jó, oké, okay, jó helyen van az izé, jó helyen van a gomb. Itt a menedzser. Szavasz, földre. Béla, nem mondom a kétszer. Valaki őrizze. Nálam van a kártya. Nem kéne kivinni innen az út közepéről. Mit? A megkötözött ember. Hozzátok be ide a biztonsági irodába. Hol van a biztonsági iroda? Itt. A tiéd? Igen. Oké, okay, Andris, készül, Andris, meg emlékszel, hol van még az a pánik gomb? Aha. Na, készülj, hogy oda kell majd beállnod. Peti, gyere velem. Nálam van az a kártyabizbasz. Vagy nem, maradjatok ott és maradjatok ott. Mi, ugye mind a ketten emlékszetek arra, hogy hol van az a pánik gomb. Igen. Rakjak le egyszerűen Jammert? Nem. Még nem.
Oké. Ó, az egy őr, várjál. Nem, az... egyébként mi lenne, hogyha az összes túszt behoznák ide, és akkor... Légy szíves, maradj, koncentrálni szeretnék. Készüljetek arra, hogy mozgósítanatok kell. Pánik gombhoz, pánik gombhoz, pánik gombhoz. Gyertek be, gyertek be, gyertek be, mint tegnap, mint tegnap, mint tegnap. Valaki hív, valaki hívja. Mindenkit lőjetek le, aki hívja. Előről. Valaki megnyomta a pánik gombot, és az csak Andrisnál lehetett. Igen, ő volt az. Én éppen előttem egy őrt, aki hívta a zsarukat, és akkor berohant egy túsz. Akkor ketten lesztek a pánik gombnál. Az egyik, az egyik mindig ott fog állni, a másik pedig izé. Elő, szabadúszó. Nem fogja megoldani, Péter, mert neked semmi szükség, nekem semmi szükséged van ott, tehát hogy szépen nézd és segítesz az Andrásnak. Jó. Mert te sem vagy jobb nála. Azért, mert nálatok nem ketten mentek, egyik itt a másik kapcsolatban. Ezért vagytok ketten, csezd meg. Igen, csak ugye Peti ott popáz. Igen, csak a Petinek azt hiszi, hogy nagy a szája. Na, most nincs itt. De a biztos egész szoba, hogyha nincs itt, akkor basztuk amúgy. Vagy nem feltétlen, mert akkor meg bemegyek a másik ajtón. Jó, másik ajtó. Attól még ti ott maradtok, mert a pánik gomb ott van. Ugye, Andris? Igen. A termádriat akkor viszont elviszem. Jaj, a kamera! Csehezd meg előről. Bocsi! De mindegy az. De nem, mert az csak az, de nem, mert az csak a level 2-es LCM-nél működik, és az csak nekem van. Nem, most semmit nem kéne. Majd én megoldom. Csak azt kell leírnunk, hogy a helyén legyen a biztonsági szoba, különben basztuk. Valaki ne vegye még fel a maszkot? Én még nem vettem föl. A Peti vegye föl. És vegye föl a fúrót. Én mit csináljak? Menj be és nézd meg, hogy hol a... Vagy várjál, majd akkor... Várjál. Még ne vedd fel a maszkot, egyelőre mondom, majd elmondom, miért nem kellett, hogy miért ne vedd fel. Most valamit megnézek, és hogyha a helyén van, akkor felveted. Jó, felvetted a maszkot, és gyere el a pánik gombhoz. Mit mondtál, és jöjjek át a... Gyertek ide. Majd én beszélek vele. Én kicsit is feltűnő, hogy hirtelen női hang vele. You're right, like that would ever happen. Jó. Valaki megnézze a kamerát? Ó, ó, ez az őr, ez nagyon közel van. Jó közel. Ó, ez nagyon jó. De. Rakja kercélmet? Nem. Maradjatok a pánik gomnál. Egyik őtök őrt nyírbál, a másik ótok pedig. Marad a pánik gomnál, bármi történik, amúgy kijött a menedzser, úgyhogy ott most túszként ejtem. Stay down. Peti, ne csinálj semmi. Látom, lettek követőd. Nem, ez a menedzser. Come with me. Hát a követ téged, nem? El akarom tenni lábalól, csak ott, ahol nem veszik észre. Bár lehet, hogy nem feltétlenül kell eltenni lábalól. Follow me! Come on! Follow me! A pisztoly hangra jobban reagálnak. Még akkor is, hogyha hangtompítós. Meg akkor is, hogyha a fejükbe megy, ugye? Hát akkor főleg. Na, de itt maradtok, és tudjátok, pánigom. Igen, szólj, hogy mikor megy roham rédeit, meg a pánigom. Amikor azt látjátok, hogy mindenki észrevesz engem, akkor... Várj, mert most bejött egy civil a parkolóba. Még egy túlsz el kell tenni lábalól. Te nem akarsz kimenni? Jó, kiment. Jó, ügyes vagy. Oké, akkor én most 3-ra elindítom a dolgot. Ó, itt egy őr. Az most ilyen nem jön ide. De ez ide jön.
Ay, te paraszt. Don't get your panties in a bunch control. We are fine and dandy over here. Nyugalom, csak bebagolt a kérdőjel. Az ember velem szembe ül, és nézte, végig nézte, hogy megöltem, és nem riasztott be. Na mindegy. Mindegy. Az nekünk csak jó. Mert így te majd nyírbanod azokat, akik telefonálnak, én pedig őrzöm a izét. Okay. Ez a játék teljesen meg van hűlve. Oké, készüljetek 3... 2... 1... MOST! Pánikgombőröket kilőjük, elcélem ezek. Oké, ez a pánikgomb kiiktatva. Jó, civilek a földön, senki se kisebbe. Oké, jegyezzétek meg, hogy hol lőttetek le őröket, mert azokkal beszélni kell az LCM végén. Kötözzetek meg néhányat. Mindjárt mondom, hány őrrel kell beszélni. Az őrök hősködni akarnak az előtérben. Mi a fasz? Bejött és hitt a rendőröket. Oké. Ez érdekes amúgy. Felrohadt a tetőre. Jó, rendben. Akkor... máshogy. Új terv. Most azt fogjuk csinálni, hogy először is megint meg kell várni, hogy ott legyen a kamera, ahol akarom, hogy legyen. Aztán... a Péter, miután kilőtte az őröket, visszamegy az előtéres pozíciójába, ahol tegnap volt, és bárki, aki hívja akarja a rendőröket, legyen az civil, menedzser, rendőr, kilövöd, nem érdekel. Ha valaki fölmegy a tetőre, után, vagy nem, egyrészt az Andris a pánikgombról figyelje a kijáratot, és bárki, aki elkezd kifutni, azt megpróbáld lelőni, ha nem sikerül, akkor szólsz a Petének, hogy álljon a pánikgombhoz, te utána futsz és megölöd. Okay. És addig lövöd, ameddig vért nem hány, mert nem szökik meg innen senki. Hogy baszlád? Már ez baj. Mert ilyenkor hol a biztonsági szoba? Nyugi! Nyugalom! Valami van, mint a tetőn. Ja, kamera, de hát azt megöltem. Oké, srácok, új PD update. Mostantól akkor a hulla is tudja hívni az rendőröket. Beriasztott, ugyebár beriasztott rám a kamera, én megöltem a kamerást, és kihívta a rendőröket. Az nem rossz. Ugye? Ez amúgy is érdek. A kis Arturító. Még a holttesten keresztül is képes hősködni. Szeretem az ilyen kis balfaszokat. Ti is. Készüljetek, mert a menedzser mindjárt kijön. No, no problem over here. Everything is A-OK. Oké. Gyertek a pánikgombhoz, kameraszoba. Spotolom addig az embereket. Az segít, köszi. Ha majd elkezdek visszaszámolni, akkor hagyd abba a spotolást, eddig spotold, mert az segít. Peti, add ide Adriel! Peti, vagy nem kell Adriel. Maradjatok ott. Megvárom, amíg az az őr egy szeppozi, nem? Egy szeppozícióba változtatja magát, és akkor akciózunk. Eddig jól csinálom a spontolás? Igen. Várj, miért csak egy LCM-em? Ja, mert persze, mert ugye az ajtót kinyitottam az LCM-em. De te menj már el onnan! Zavar a létezésed. És erre ide jön felém, úristen. Egyszerűen szemben. De várjál, itt jön
hozzád a izé? Mi az a menedzser? Nem futsz, nem hősködsz, Béla. Elegem van a hősködésekből. Amúgy van egy egyszerű ötletem, lőjük ki az összes szúzt. Shut. I'm making some Vegemite sandwiches for the last one. Hát basz biztos. Oké, háromra készüljetek. Három. Kettő. Ja, látom, látom. Szóljatok, ha elment. Addig valaki figyelj a kamerát. Ó, várjál, mi? Hogy került oda egy őr? Na, ez új. Jó. Oké. Akkor most 3, 2, 1, várj, elfejtettem lockpickelni. Jaj. Ez nagyon közel volt. Ez is nagyon közel volt. Újra spottoltam. Akkor a másik oldalt megyek be. 3, 2, 1, most. Get down. Valaki elcímezzen. Valaki válaszoljon ennek az őrnek most! Tetőt figyeljed, Andis! Valaki a pánik gombot hasonlja már! Akkor is! Valaki kintről észrevett, nem mit tesz, jó. Megöltem! Megöltem! Chill! Peti, menj a sarokba! Tudod a... izébe. Van egy kint, Elteszem lábalól a kintit. Nekem nincs kötem, de hullazsákom van, úgyhogy elkezdünk ölögetni. Peti, gyere a sarkadba, tudod? On is pedig hasonlod a pánik gombot. Mert de mit csinálsz, hogy én nyomom meg a pánik gombot? Nem tudod. Azt hiszem. Nem tudom, Nyugi. Meg amúgy igazából csak azt, hogy lelőm a streamet. Kikapcsolom, sírok egy picit, átmegyek hozzád, úgy pofon vágok, kirepülsz az ablakon, utána dugrok külföldnek és lezuhanok veled. Felállok, felkelem veled a padlót, aztán hazamegyek és iszok egy forró kávét. Hát persze. És aztán újraindítom, igen! Peti, letartod egy kicsit, mert a jó, semmi. Face alert, false alert volt. Azt hittem a civilre, hogy... Azt már én, Péter, te csak örködj. Ne hagyd senkit hősködni. Nálam az emberek meg vannak kötözve. Amúgy nem kell itt megkötözni az embereket. Remélem elég példást adhatunk neki. Aki hívja, azt megöljük. Hát vagy az. Nektek még van LCM jammerotok, ugye? Nekem van. Jó. A kintieket megkötözöm, mert azok általában szeretnek megállni és kisétálni a bankból. Tudjátok? Nyugi, behozom. Nem! Hova mész? Hülyed civil. Nem követ engem a civil. Hát akkor lábbal ölök. Ettől meghalt? Jó, akkor meghalt. Meg, ér, intézem. Tartsd őket a földön inkább. Megpróbálnak hősködni. Igen, hogy veszítsünk pénzt, inkább pofáz. Szerintem. Biztos? Halott, kötözött. Akkor mozoghatsz. Bár megnézem, hogy itt... Ő mit akart itt? Ő meg akart nyomni a gombot, vagy fel akart menni, nem tudom, de mind a kettő rosszul tudom.
pretend you didn't, you idiot, got it? Stay down. De a veszélyesen közel volt a gombhoz is, úgyhogy úgy gondoltam, hogy mindenki fel. Don't move, don't you understand? Jogi Andrés, ezt nem kell ezt kimagyarázni. Jött, megöltem. De tudod, Andrés, ezt el lehet magyarázni egy egyszerű szóval. Megmozdult, megöltem. Én javítok. Oké. Andrés, ezt el lehet magyarázni egy egyszerű szóval. Megmozdult, megöltem. Akkor kettő szó van. Csak nekem mutat egyhez felkiáltó jelet? Ja. Akkor már csak ő lehet veszély. Na szia! Szerintem téged... Andrés, van még köteled? Nincs. Akkor viszont... Oké, mostantól szabadon... Várj, de mostantól akkor szabadon mozoghatunk a bankba. Eddig csomagold be! De őt nem éljétek meg! A hát mellett. Nem, vigyük az összes túszt egy helyre! És aztán robbantsuk fel, nem! Nem arra gondolok, csak hogy izé, hogy az összeset a kameraszobában. Amúgy, nem tudom, kicsit, hát megcsinálhatjátok. Igazából mostantól azt csinálunk a bankban, amit akarunk, mert mindenki nekünk van. Minden, igazán igen, most már csak élvezni kell, mert mindenkit megkötöztünk, vagy halott. Andrés, megfejelem a pánik gombot, nézd! Jolihú! Amúgy hát nem tudom, ne próbáld ki, jó? Mert veled is megcsinálom, amit az Andrással akartam. Akkor is. Peti, egy ennyire tökéletes rablást megkockáztatnál egy ilyen fasság miatt? Igen? Akarsz még jönni valaha streamre? Akkor legyen. Big brain. Egyébként ezeket a táskákat innen elhordom. Én leütöm az összes kamerát, de jól tudom, a tetőn is van egy. Volt egy. Volt. Kiveszem a hullát a kukába, mert unatkozom. Vagy várj, ezt kitom nyitni egyáltalán? Minek van ez a kuka? Akkor csak játszok bowlingot a hullákkal, szabad? Nem hullám, majd nem tudod, hol találod. Nem igazából... Nem, hogy így oda kéne rakni a pánik gombhoz, és így meg kéne mutatni a tuszoknak, így oda kéne vinni őket a pánik gombhoz, és így meg kéne nekik mutatni a hullákat, hogy látjátok? Ezek itt mind megpróbálták nyomni a gombot. Kinyílt. Tudom. Valaki hozott fúrót? Én nem. Én már hackelem, vagy mi ez? Oké. Okay. Amúgy most van időnk deposit boxokat izolni. Igen. A kinti túlszok, vagy a kintiek meg túl messze vannak, vagy aki észrevesz minket, azt lelövöm. Viszont én elkezdem, ja még nem tudom kivinni az aranyat. Egy fokkal kevesebb arany van, szóval most elkezdünk izélni. Azt csináld, azt csináld, csináld, csináld! Follow me! Petinek van fúró erősítő izé, upgrade-je és nem szólt róla? Csak nekem nincs hangja a drillnek. Mert a Petinek van egy silent drill hangizéje. Mert a Petinek van egy ilyen upgrade-je és nem szólt. Most a civil pofája előtt kitörtem az ablakot, és így rám nézett, aztán elment. Így, tudod így, és így mész az út, mint a Free Guy-ba, így mész az utcán, látsz egy betörőt, aki kitör előtted egy ablakot, és hangtompítós pisztoly szegez rád, hát csak egy átlagos nap, és így tovább sétálsz. Hola! Hola! Jól gondoltam? Tökéletes. Várj, most nincsen csetem. Valaki, nem tudom ki írt a csetre, de leszarom. Vagy nem leszarom, csak nem volt csetem. Várjon, itt van. Itt van,
De az még régebben írt. Az még, na szóval ő még régebben írt. Szia, Karen! Nincs bajom. Jó van, de én kijavítom magam. Tudom, de legalább kijavítod magad. 44, 43, 42, 41, 40. Peti, eddig nyomtassunk segges fotókat. Le, az nagyon jó volt, amikor tudod, így jött az őr, így a Petivel szemben, és a Peti meg így... Páros fotó. Az. Van is? Igen. De ugye streamben megy. Nem baj. De elképzelem, hogy a civileket így elkezdenek dugni az izé. Peti, valaki 32, állj le! Pedig már olyan ez az ablak még nem tör be. Oké, mindenki fogja egy aranyat, aztán vissza még deposit boxot bújni. Hova kell vinni, jaj oda? Jaj oda? Azt mondtam, hogy jaj oda. Csak vicces hang, vicces volt, hogy jaj oda. Jaj oda. Van az óvoda meg a jaj oda. Van az óvoda meg a jaj oda. Oké, okay, nyissunk deposit boxokat. Sziasztok kedves túszok, én Bud Beller vagyok, és a mai videóban ládanyításunk csinálni ennek a banknak a széfjében. Mindenki is haladjon oszlopónként. Én azt csinálom. És akkor majd összetalálkozunk fél év múlva? Igen. Már megvan, hogy mire fog elmenni a játékidőm. Persze. Ez mi? Pénz. Ez mi? Ránézek három kötek pénzre, ez mi? A tapasztalt rabló. Ös mi? Csúska! 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 Babuska! De miért az életem ajándék? Miért nem lehet ezeket egyszerűen kirobbantani? Meg kellett volna kérdeznem az Oletánt. Hát, szóltál, hogy hozzunk? Nem. És amúgy fűrész kell, nem fúró. Akkor fűrész. Vedd meg és hozzá. Nekem van egy millióm amúgy, de nekem már megvan. Nekem még nincs meg, és nem tudom. A streamek alatt annyira jó, ez a rablás annyira jó grindolása. Főleg a deposit boxozás. Tölteni az időt. Ja. Elkezdve, hogy túszok halára. Én amúgy, hogyha itt túsz lennék, én nem félnék, hanem halára unnám magam. Most gondolj bele, mióta van ez a rablás, ott az időszintű. 15, ó, itt van pénz. 15 percen keresztül ülni, és nézni, ahogy emberek megölnek őröket, és pénzt visznek ki egy furgonba, halára unnám magam. Vagy hát megpróbálnak vele beszélgetni, tudod? Ja. Szia, hogy telik a nap? Hogy működik a rablás? Avasd be a titkokba. Tök vicces, hogy Sangrez meg így nézi, ahogy így ízé csináljuk helyett a munkát. Gyere, te fos és lockpickelges. Amúgy azt vettem észre, hogy minden magasabb a fokozat annál... Most legközelebb próbálj meg 4 halálfejes fokozaton amúgy. Nagyon jó ötlet. Ugye? Annál több a loot. Aztán meg overkill, vagy mi ez? Aztán meg próbálj meg legnehezebb fokozaton, tudod. Ugye azt tudjátok, hogy a szépnek a bal oldalán is vannak olyan izék. Azt tudjátok, hogy én azokat nyitogatom. Egy most, oké, csak amit kérdezem, mert... Azóta, a kinyitottam az ott a 3 sornyi deposit boxot, és te csak most veszed észre? Nem, csak nem, ezt már régebb óta tudom, csak gondoltam, hogy szólok, hogyha nem tudnátok.
Nem tudom. Amúgy vigyük már, fosszuk már ki az összes deposit boxot. Meg kéne csinálni a depozitos rablást, hogy csak a depozitokat visszük. Igen, és a 24 órás az abból áll, hogy csak ezeket a depozitokat. Ó, találtam egy bibliát. Ez mennyit ér? Én is találtam bibliát. De hogy ki az, aki kibérel egy bankizét, látna egy bibliát? És leveleknek? Nyugi, ez mindig elmegy, aztán megijed, aztán tovább megy. Nem úgy, ki az, aki kibérel egy képes lapnak egy széfet? Ki az, aki kibérel, hogy belerakjon egy darab aranyrudat? Vagy egy oklevelet. Vagy egy gyűrűt. Ez egy ilyen, tudod, ez egy ilyen leánykérés, hogy a bankrablókat úgy kéred feleségül, hogy belerejted egy bank széfbe. És amikor, amikor kifosztják a depozitot, akkor ott van a szöveg, és hogy hozzám jössz a feleségül, tudod? Hát de mondjuk az valamennyire romantikus is lenne. Ugye? Gondolj bele, ketten raboltok, és akkor a szerelmed kibírál ott egy ilyen bankrészt. Ezt mondom. Oda berakja a gyűrűt, a szöveget, és mondja, hogy hallod, nyisd már ki. Az. Amúgy én közben találok egy csomó pénzes zsákot, én azokat viszem ki. Én csak okleveleket találok. Na látjátok, a bal oldal az mindig egy előnyösebb izé. Ez mint arany. B mint bazd meg. Nem tudom, hogyha valaki, ha valaki megmondja, ez menjen a furgonhoz. Csak azért is kinyitjuk az összeset. Oké. Okay. Ez az a stream lényeg, hogy kinyitjuk az összeset. De nem az majd a 24 órás. De nem fogok 24 órán keresztül... Az is nem fogok 24 órán keresztül streamelni, ezért érdekel még az egészségem. De Ádám, az csak annyiból állna, mert ugye közben vacsorázom, mert ilyenek is... Igaziból az csak annyiból áll, hogy csinálsz 4 ilyen rablást. Igen. És kinyitod az összeset, és akkor már egy rablás az 6 óra, még 3 és kész. Persze. Beláltam, hogy már itt megyek. Akkor vidd ki. Untatjuk még egy kicsit a túszokat? Persze. Öljék meg a magukat. Segíthetünk? Lerakjuk eléjük a pisztolyt, hogy csak nyugodtan. Tudod, és hirtelen a túlszám az leugrik 10-ről 2-re. Igen. Beleverik a fejük, beleverik a fejüket az ATM-be, nem tudom. Igen. Odakúsznak az őrökhöz, felveszik a pisztolyt és fölbelülik magukat. Mi az? A szájukkal föl? Ráharapnak az izé... csőre? Igen. De ugye kézzel nem tudnak? Tudom. Most tényleg kivisszuk az egészet? Nem, most kieskedtem, hülyeskedtem. Ne. Ne. Ez túl tökéletes az, hogy elbasztuk. Ugye? Nyugi, szokásosan Béla bácsi napi rutinjával. Ez egy szovjet köztársasági kitüntetésérem. A rendszerváltás előtti. Ezt viszont nem tudom elvinni, ez szomorú. Unatkozott.
Peti meg egy teljes francia kártyapaklit belebaszott az egyik deposit boxba. Nem baj, én szerintem teljesen megcsinálom a bal oldalt, aztán elmegyek. Paszki! Menjünk 1 millióig, hogyha valaki talál most pénzt, ez nagyon jól jönne. Béla bácsi... pénz! Yes! Ti hol látjátok azt, hogy mennyit hitték elő? Tabbal. Tab? Akkor azt nem megnézem, hogy eljárunk. Miután leszállítottad a pénzköteget? Nem, még nem menjünk ki. De nem az. A teljes bal oldalt ki akarom szedni. Most már akkor nem tudom, hogy megjelzett. Nincs meg még az 1 millió, még egy pénztársket kéne találni. Találni? Vagy rengeteg szekundig. Bele van az egyik ezért flashlight, mert most nem látom a deposit box, annyira sötét van. Egyébként igen, itt most nagyon sötét van. Nekem nincs flashlightom. Amúgy Sangre ez meg basszus rákos lesz, mennyi ideje cigizik már ott? Jó, de hogyha az Andris most ezt lockpickeli, akkor... Úristen, Andris, mennyi bibliát meg levelet találtál! Az jó, találtam meg egy bibliát. De sok keresztény ember van ebben a bankban. Hashtag vicces stream pillanatok. Mert visszaszedett a degenerált. Igen. Uuuuh! Oké, már most van annyi... Ezzel a pénzköteggel annyi pénzt szedtem, hogy meg tudok ölni belőle 2 túszt, úgyhogy... Eci, peci, ki mehetsz itt, te vagy az a rohadt geci. Azt a pénzköteget tőled csortad. Oké. De melyiket lockpikkeled, gondolom legfősőt. Aha. Szedjük ki a teljes baloldalt. Ez nem egy politikai vicc. Hát nem, én már csinálom az alatt nevét. Peti inkább te is szedd a baloldalt. De várjál, Peti, mindjárt megvan a középsővel, akkor még azt is kiszedjük. Köszi! De én szedem az alsót. Én az alsót! Én akkor a fölötte lévőt. Egyébként, Adán, te hogy vagy ennyire gyorsabb? Én ma formális bankrobber vagyok. Peti, te folytasd azt az oldalt, mindjárt végtel. Igen. Már most nem tudom, melyiket lockpickelem, de aztán ne lockpicked. Oké, várjál, segítek a Petinek, mert szegény szállnál. Nyitom a legfősőt, Peti. Csak szólok, én kezdtem a másik oldalról. Egyedül csináltam. Azért nem jár a achievement, hogy kifosszuk az egész széfet? De szerintem jár. Jó, akkor csináljuk végig. Ádám, szereztem 3 pénzköteget, megölhetek 2 túszt. Nem. De te megölhettél. De én vezetem a rablást. És én csináltam. Béla a szokásos reggeli kávé turnéja alatt elmegy a bank előtt, amit azóta rabolnak. És legendák azt regélik, hogy a bankot azóta rabolják. Nem! Akkor is kivisszük! Peti, akkor is kivisszük!
Oké, akkor Pétert kikikkeljük a rablásból, mi megmegyünk egy másikat. Hát, de ezt fejezzük be, mert már kevés van. Befejezem, hogy Peti szólok, hogy menet közben is tudok kikkelni. Ne rinyáljál Péter, mert téged is lefektetünk a túszok közé, és akkor aztán unatkozni fogsz. És akkor, amikor választhatok két túszt, akit meg kell ölni. Én végeztem a teljes bal oldalra, úgyhogy merek nektek segíteni. Kezdem az S-oszlopnak a felsőjével elkezdem. Oké, én pedig a T-oszlopnak a másodikját szedem. Ráltam. Vidd ki. Én a S-oszlop harmadikját. Én T-oszlopot viszem már. Muszáj az ablakot? Még nem én fizetem a biztosítót. Én a túszokat. Ez az elvileg. Várjál? Már csak a te sorod van. Nem, itt meg van kettő. Ezt esküszöm meg kell örökítenem egy screenshot formájában, hogy a nap, amikor kirámoltuk a teljes depositból. Peti, hagyd már abba, inkább gyere! Azt az utolsót valaki ki... Úristen, ez egy történelmi pillanat. Igen. A nap, amikor a teljes bankot kiürítettük. Ádám, te is legyél olyan, mint a videósok többség, és a streamedet töltsed fel videóként. Hát felszoktam a VOD csatornámra. És akkor a képe az legyen az, hogy az összes ajtó itt ki van nyitva. Oké. Okay. Oké, okay, kivittünk mindent, srácok, örömújongás! Oké, okay, fussunk innen. Oi, I don't have much ammo left. Anybody got some ammo? Megölök egy random erre sétáló civilt. Ó, szia Béla. Ja, az kettő, akkor hagyjuk. Péter, hagyd abba... Nem te akartál leave-elni? Ne, nincs érte achievement. Ez diszkrimináció. Nem baj, ami személyes achievementünk. Ami személy, igen. Mellesleg elég jövedelmező. Igen, amúgy. Ugye Peti, te ezt akartad tőlünk elvenni? Amúgy amikor a Peti azt mondta, hogy menjünk ki, akkor már nem volt több pénzes izé, csak egy a... Amúgy, amikor a Peti azt mondta, hogy menjünk ki, és utána kinyitott egy széfet, abba volt az utolsó pénzesság, by the way. Még voltak. Tékot basztam el egy maszkot. Én kaptam maszkot. Na most már maszkot kaptam! Peti is csatlakoztat a tök klubba. Ja. Tök jó. Ez nagyon... Nem, az te vagy. Nem, az anyukádnak lesz a címe. Tudom, csak ügyeskedek. Azért, mert nem vagyunk degenerált videósok. Már aki Péter. Mert lehet, hogy ki tudom észelni a Joker. Nem, ez nem ezt akarom. Melyik az, ahol már négy izém lehet? Nem! Hogy az anyukádat üssem meg! Tökön. Oké, most már lehet kettő jokerizém is. Oké, milyen heistot menjünk? Nem tudom, viszont én egyelőre izézek. Milyen heistot menjünk? Nézzük a dentist. Golden Green, az már volt. Oxton Breakout. A The Diamondot? Vagy nem tudom. Vagy... Nem vagytok a segítségre, mert nagyon. Azért nem ismerem, hogy melyik a jó ház.
Észrevettem. Menjük az alászóra. Sneaky vagy hangos? Hangos lesz. Hangos. És Hardon megyünk. Nem Very Hardon, csak Hardon. Oké. Na, obvisz, ennyi biztos nem fizetek a Hardért, akkor viszont kevesebbet megyünk. Mindenki hangosan van? Én hangosan vagyok. 9, jó. Úristen, majdnem nem vettem fel a páncélom. Várjál, akkor viszont... Persze, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Szívesen. Máskor is. Na, indítsuk. Addig, amíg betölt. Addig nézelődhetsz, Péter, ameddig betölt. Igen. Egyébként nem ameddig betölt maga a heist. Peti, tudod, hogy kell nézelődni? Jobbra fordulsz, kinézel az ablakon. Balra fordulsz, kinézel. Körbenézel a szobádban. Aztán ránézel az órádra, hogy mennyi időt basztál el. Még szerencsé, nem csináltuk ezt egy anyukád viccé, ugye? Oké. Okay. Akkor ne gyere velünk streamálni. Tartsuk le a túszokat! Csendesen kezdünk! Amúgy nem kezdünk csendesen. Sok sikert! Ja, várjál, meg kell hackelni! Én itt vagyok, mazaj. Vagy lesztok, itt megállítom, itt van az egyik ajtónál, én megkeresem a másikat, ami így van. Az fönt van, használd a lépcsőt. Én a pokon, én a pokon zabálom addig. Ennek a, amúgy ezt a rablást chat csak azért csinálok, mert ennek van a legjobb zenéje igazából. Nem. Munkamegosztás van. Az meg a másik. Nem, a legutóbb az Ádám volt. Nem. Bakker. Azt nem tudom, hogy jöttél le segíteni, amikor mondtam, hogy gyere. Kiadj meg egy civilt. Élő pasként használják. Amikor már a rendőröknek kell élő pasként használni a túszokat. Peti, áram! Nincs áram a gépnek! Hát kösd vissza! Igen! Mert addig nem fog menni a gép észlét. Rast elfogott egy embert.
Giro-nál nem jobb. Igen, Giro volt a nagy. Oké, most ott a tekkes lesz, ezt a szerelmem. Stream, de mondjad. Ja, oké. Okay. A játékon belül amúgy meg az illető tudja, hogy ki az. Nem, nem biztos. Amúgy is majd kérdezz meg tőle, jó? Peti, streamelünk. Akkor meg csak retardált vagy. Ugye bekapcsoltad a gépet? Készültek, mert most jön a legmenőbb zene, amikor elindul a Police Assault. Túlszabadító osztagok beléptek az épületbe. Bén szerint. Nálam már itt van az egyik ajtó. Én mert már nyitom a másikat. Direkt a rászlóz az ajtóján jártottam. Aztán megmozdult és én állítottam meg végül. Mert te elmentél. Ja. Cloaker! Sarcorú. Gyere rest. Hey. Ez kiklippelem, csatva. Már megvan az összes cégét? Nekem megvan az enyém. Hozom a targoncát. Új, bejönnek. Ah, nekem is van cégésem, mert azt jelzője. Úgy, hogy ide lehet menni? Miért lehetne? Komolyan mondom. Hova kell lerakni? Jaj, ide. Az anyukád nem könnyű. Hát az tényleg ő sem könnyű. Help! Great! I don't want to alert the crowd, so we're gonna detonate the C4 in time with the missile's pyrotechnics. Head up to the tech booth and help.
Vizsi bácsi! Kacsa mesi! Hol is várj meg! Nem fönt itt! Minek válsz meg fönt, hogyha én is fölmegyek? Az nem megvárás, az eléd megyek és ott rátfingok. De most is futsz előre, kurva szörny. Hahaha, get rejected. Elfölt a sprintem. Enyém lesz a pirokonzol? Nem, kikjelek! Én pirokonzolom! Peti, nézd a streamet! Élő vibe-olás, báj Andri! Sehogy! Lusta voltam vágni, de lehet, hogy már meg kéne lassan úgy. Streamelni egyszerűen, mert nem kell vágni. Jó anyagot. Peti, szenzor módba rakd őket, mert különben instant berobbannak. Nyomjátok meg helyettem a gombot, mert rólad fújok. Jobb oldali. Már megnyomtuk? Nem, majd én csinálom, csak oldalt fújtok. Én tudom. Már annyiszor kivittem ezt a heistot. Get! Slon! Tényleg hám! Oké, Andis is sem meg most. Andis nincs itt, akkor én nyitom meg. De. Most sem vagy. Kéne, csinálok kettő korrupt rendőrt, hogyha nem ölitek meg őket. Mert streamelünk! Te légy szíves, felakulunk ezt. Felakulunk ezt. Jó, ha jól lesz, lehet úsznak. Ez egy.
Okay. Akkor megyek. Jönnek, most már kettő van. Ja, nézzétek! Bocsi! Na, ideje fúrni! Get on DIRCOM! Láttátok, hogy ott mit rendezte? Buli! Az ott a rendes vérfúrt, nem? Az jó dolog. Mondjuk futhatok, de nálam van a vágó. Én pedig nyugdíjas módra sétálok. Én tudom, melyik ugrásokba haladsz bele, és az alapján ugrálgatok. Tudom, mert én leraktam ide is. Amúgy meg Targoncának hívják. Á, jeez! Faszom? De... Az a baj, hogy én szívesen csinálnám, de nem tudom, mert hogy... Én vágom. Érted? Haha! Egyszer körbeért, nem? Azért. De fogjátok meg, én vágom közben a kövét. Azt hittem beleragadt a targoncába. Tudod is elhajtok vele! A legnagyobb, az minden idők legjobb rabla. Jó, várj, még ott kéne volna hagynom, mert ugye majd ki is kell venni. Várj, hol van a Béla ke- Nézzétek, itt van Béla 1, és Béla ikertes olyan Béla. Ő buzi, mármint itt. Amúgy mutat... Most ez mi van? Álljon meg egy picit. Na azért. Most nálad van a vágó, akkor viszont elviszek egy pénzes üzét. Peti, ragadj meg egy pénzes zsákot! De még a harmadikat ki kell vágni. Várj, nekem is fel kell mennem. Én fönt leszek. Én fönt... Ne, még ne. Még nem vagyok ott, majd ha ott leszek. Peti fölhozza szépen a zsákokat, én leszek fönt, és ti ketten lesztek lent, oké? A... hallgatás beleegyezés, szóval ezt okénak veszem. Nem csinálja meg azt, amit jelent. Hozz, Peti felhozza a pénzt, a ziplinehoz mentek, és küldhetitek az elsőt. Oké, mehet a második. Mehet a kövé.
Jöhet a kövi. Ne öljétek meg a korrupt rendőröket. A Jokereket, a Bélákat. A Joker Bélákat. Meg hogy mentek fog a szobátokba vagy? Oké, akkor én viszont odállok a kijárat, az a kettő béla tartja a frontot nektek. Oké, most... nem, még van kettő béla, jó? Dobjátok be a táskát, mielőtt beálltok az izébe. Andis, dobd be a táskát előtte. Andis, dobd be a táskát! Oké. Akkor viszont álljunk ide. Még egy rablás belefér? Egy rövid rablás. Egy gyémánt bolthoz mit szóltok? Nekem tökéletes. Silentbe. Nekem jó. Jó. It was loud and got attention. Excellent work. Tough for Jensik though. And their new design is it. A középső a nyerő. De mi hol van? Jaj ne. Ez jó szar. Ennek, ennek tiszteletére mennünk kell még egy rablást, az annyira szar PD volt. Peti, on is Peti, Peti, uhu. Igen. Pete, azt jól megmondtam. Pete! Pete, nem szabad ilyet, Pete. Pete! Fél óra alatt egy van sebatot, plusz persze alatt. Egy izét, simán. Ez hard lesz? Igen. Ez egy sima gyémánt volt, nem kell túlparázni. Már voltatok itt egy csomószor, ne játsszátok már a hülyét. Most komolyan, hogy ennyire hülyét? Mi az, hogy nem voltatok még itt? Hát, én szerintem még itt nem voltam. Andris, minden nap megcsináljuk ezt a helyzetet, és minden nap azt mondod, hogy még nem voltál, és annyira kezd belőle elegem lenni. Vagy nem tudni, valamilyen nem megtudhatom. Andris. Minden áldott nap megcsináljuk ezt a helyzetet, és te minden nap azt mondtad, hogy te még nem voltál itt. Ez? Minden áldott nap. Beszél az egyikkel valamelyikötök. Let's do this, people. I'm making some Vegemite sandwiches for the lads. Sose voltál még itt, Andris? De csak név alapján azt hittem, hogy másik. Hány őr van még itt? Dobjátok a kukába, nem, dobjátok a kukába az őröket. Ugye. Hagyj nyitva a kukát, mert még viszek. Addig én
De három őr volt, miért csak kettő hulla van itt? Peti, dob be és csukd be a kukát. Van itt szép? Nincs, nem baj. Gyors munka, fél siker. Az a csába meg nem veszi észre. Melyik a judge-omon? De hogy nincs. És úgy ilyen hangos? Igen. De ez egy shotgun. Ja, hogy az shotgun. Ez egy ilyen pisztoly shotgun. Ezt használtam az eddig összes rablásnál. Ha már raktam. Itt egy őr. Beszéltek majd vele. Ó, bejáratnál van az őr. Bejáratnál. Kötözzetek meg, mert én meg kint ölök embereket. Hozzatok be a kintéket. Kötözzetek meg néhányat. Amúgy az őr biztos nem... De már én beszélek vele! Ne kell szorod! Van még kint valaki? Aha. Jó, csak civil töltem meg. Na mindegy. Stay put. Stay down. Oh, oh, don't move, don't move. Ez a speedrun olyan ezt a rablást, nem tudom feltőlte. Stay still. Stay. What's that? You scared? For some fucking bullets. Hát, jön még egy egyszer, majd ha azt mondom. Jó, rakadsz egyet, de csak megfélemlítést. Nem tudom mondani a bucsit. Szörnyű. Egyszerűen feedbacket ne adj, mert akkor bajba leszünk. Ez egy hull, nem, ez nem egy hullnak. Lehet még egy helyre gyűjtjük amúgy. Oké, okay, most kötözzünk meg az összeset a boltban és kezdjük el őket kipakolni. Én is, úgyhogy én elkezdem a kipakolást. Még kettőt úsz van, aki nincs megkötözve. Azt lefekteted? Véletlenül nem mozdítottak maradt. Oké, mindenkit megkötöztünk. Én is, mert ezek gyémántok, az egyszerű. Én ugrálva bedobom és megyek ki. Négy perces rablás! Nice job snatching all those gems, guys. I'll call ahead to my diplomatic contacts. They're hungry for this. Peti, nincs már időnk, Peti. Nincs már időnk. Oké. 3, 2, 1. Peti, válasz. XP, az amúgy nem rossz. 4000! 4000! Azzal kinyaltam a seggemet. Hallod még nekem a játék mindig küldi az üzéket, hogy kivittünk egy pénzt, mert annyira gyorsak voltunk. Még egy hajsz szerintem belefér. Igen. Még egyszer ezt? Oké. Nem. Még öt. Nem, nem. Ötször ez. Jó. Itt valami ilyen belefér simán. Igen, amúgy. Vigyük ki a Diamond Heist-ot, tudjátok, az egyszerű. Ahol nem... Ahol nem tudod, ahol nem tudtok megcsinálni a Snake-it. Ahol Ádám leesett és majdnem Custod is lett. Ja. Aha. Akkor átálltam a hangos.
Haladjunk el. Már ez fura. Kész. Vagyok. Mert egyébként tudtad, hogy a mikrogennak a lézerét, a lézerszkópját lehet állítani, hogy milyen színű legyen? Igen. Az anyukádban. 18! Nekem menni fog. Mert gondolom nem később negyedik játszik. Jó, hát gondolom nem 4 perc alatt, de azért valamennyire tudom speedrunolni. Az mondjuk szép lenne, hogyha ezt 4 perc alatt levinni. De ez amúgy szökem, mert föl is vettük ezt a 4 perces rablást. Jó gyors volt. Igen. Hát már tudtuk, hogy felcsinálni. Igen. Nem tököltünk sokat. Ja, nagyon. Nem tudom, hogy elég. Persze, mert nem segítettem. Kivittük az összes depozitot. De ugye azt lefotóztad? Persze. Na, mutatom, hogy olyan... Várj, itt egy... Alkrablás! Át tudok állítani egy FBI ügynököt a mi oldalukra, ne? Állj, hagyjatok egy őrt, hagyjatok egy őrt! Ne öljetek már meg egy őrt! Itt a menedzser! Kezdjetek el hackelni, kezdjetek el hackelni! Nem mutatja? De mutatja. Második emeletem van az első. Kiraboljuk a Gucci boltot. Értitek? Már tönkretettem valamennyire. Nem ti akartok speedrunolni? Kapcsolták az enyémet. És megöli valaki a túszomat, megfojtom, Andris utálna. Andris éppen intimidételke túsz, de Andris akkurát hátba bassza. De... Hát ilyen nincsen, most meg a Péter! Ugye? Ez egy. Peti, az megyek, az lesz kettő. Meg kéne elvi... Amúgy meg kéne elvítani az izért, nem gondoljátok? Hát ez már megjavítva, a Peti nincs. Nem, ez nincs megjavítva. De megvan. De nincs. Jó, de megvan. Inkább lángszorozok. Nem, viszont fel lehet gyújtani. Azt látnád? A sisakos kapni is, hogy a
sisakjában több HP-ja van, mint a simának. Ó, felgyújtottam a túlszunkat. Nem. Már megvan a menedzser kék kártya, azzal már nem kell szarakodni. Én sem látom, és amúgy igaza van a Petinek. Ha várunk egy picit, elvileg Bane bejelöli nekünk. Elvileg. Megvan. És az a CFO az egy plusz. Föl kell kísérni a tetőre, úgyhogy ez egy hosszú filmet lesz. És mi történik, hogy meghal? Semmi, mert nem lehet megölni, de ez. Run fast to ditch it. Az király, mert akkor őt lehet használni éjszakajnak. Igen. Move it, you drongo! Move it! Főleg úgy, hogy szellemként lehet tudsz rajta menni. Látszik, a csávó milyen keményen belefut a robbanásba, azt látjátok? A profik nem néznek bele a robbanásba, azok előre mennek és belerobbannak a rákba. Move it, you drongo! Run faster, dipshit! Move, move! Move it! De nem egy percig nem emeg egy húsz. Ahogy azt látjátok. Ha speedrunnok, én úgy vezetek túlsz, mint a kutyakuttató. Nem, mozogsz, te parad! Mozogsz. Nem, nem állunk meg. A nyugi, én megvédelek a rendőr bácsiktól. Mozogjál. Mondom, mozogjál! Mozog. Gyerünk. Menjél. Van egy dinamitom, belenyomom a seggedbe, úgyhogy mozogjál. Oké, most megvárjuk még Bane idején a helikopterre. Bane. Az egy helikopter? Nem, ez a helikopter. Szétlő tüvegen is lehet állni. Baszki, betartalattam. Még jobban. Én már lent vagyok a safe-nél. Biztos, hogy nem. Jó, ugorjatok le, felszedlek titeket. Aha. De. Nyugodtan.
Gyere, ide ugorjatok a szökőkút mellé, hogy, hogy mellé mássatok. De csak egyszer egyen, mert valamelyikötök ugorjon már, gyerünk. Gyere, Peti. Oké, okay, Andris, ugorhatsz. Andris még maga a tetőről ugrik az Andris. Várjál! Te Andris, ugorj, felszedlek. Élik a szép. Peti, szedd fel az Andrist, én elkezdem gyűjteni. Istenem. Hol van? Leesik az óra előtt, hol van? Mert te úgy lesel. Az Andris, az Andris ilyen, mint egy macska, mindig a talpára esik. Aztán szét is töri a talpát, csak arra esik. Én elviszem a kisebbeket. Az az én szövegem. Van, Ádámnak hívják. De miért ne! Így el tudják viszont minden rendőrök, úgyhogy valakinek bent kell maradni a szépben. Jó. Akkor én megfogok egy táskát, és elhúzok. Hát te kezded el kipakolni. Én meg vagyok, hozom a kövit. A zipline-t fölállt, jöhettek. Peti, a táskával tudsz sprintelni. Rendőrvédés. Van is szerintem most már megfoghatsz egyet és kijöhetsz. Vagy nem tudom. De még itt van egy. A Krogeren is van egy, meg rajtam is. Visszamegyek. Még a Peti majd visszamegy. A Krogert ide állítottam. Krogert. Hol van ott egy másik Wand és Clover? Hol van ott az a második? Akkor bocsi, Clover. Clover! Ez nem de jobb. Loverco. Livery. Colorado. Ez volt az utolsó? Colorado! Nem tűnt fel, hogy nem érdekel? Oké, okay, felmegyek a másodikra. Mindenki találom, hogy. Thank you.
Hát nem, most mondjuk keresünk itt a másik. A lépcsőt! Ja. Föl! Az anyukádját. Megtaláltam a lépcsőt, Ádám! Peti közben följátsz a tetőre. Csak nem. Kifogyott a tárat. Úgyhogy újra kell töltenem, pedig egy két órát töltenem. Akkor tudnátok, hogy a minigunnál mennyi. Itt egy ammo bag. Kilőttem. Nálam még van egy gyémánt! Akkor azzal menjél le. Faszom át. Most néztem a képennyő, és oda van ülő Carrying Diamonds. De ti hogy nem vettétek észre, hogy van rajtam egy táska? Oké. És meg tudod befogni ezt a bécsi kapusszádat. Akkor nem kell jönni streamre. Most már van 3 FPS a játék. Streamre 10, úgyhogy a streamet nézem, úgy megyek ki. Kicsit delay-es, de legalább valamennyire tudom, hogy merre megyek. Na, a rendőrök, meg van épablak. Nem törítek ki azt is esetleg. Egy achievementet hipster. Kata egy achievementet hipster. És én nem tudom, hogy hipster achievement. Igen, hipster. Ja. Nagyon kell a hipster. Oh! Ez amúgy nem rossz. Jó, mint az Andrisé, aki kapott egy shotgun segget. Hahaha! Easy! Fábrám kapta a legjobbat. Igen. Ez igazából is lehet jó. Hát nem, mert az költendő pénz. Tehát van most... mert már lévelek a lobbyból közben. Van most... 1 millió 800 000 pénzem. A stream keretein belül megvettem az... Én most stream keretein belül lelövöm a streamet, mert streamem már 3 órája is. Ja. Megvettem. Csak köszönjetek el, emberek. Megvettem a felvételét. Ügyes vagy, köszönjem. Hello. Holnap, Tali. Valószínűleg. Goodbye. Holnap? Nem tudom. Kiderül. Na mindegy, ciao. Valószínűleg sztorival is lesz.